Az egykori várvédő hősökre emlékeztek a sortűzzel péntekkora este a Kossuth téren a hagyományőrző harcosok. A háromnapos végvári napokon 200 korhű felszereléssel ellátott ember idézte fel a vár 1566-os ostromát, a végvári harcok és a török hódoltság időszakát. Görgényi Ernő polgármester elmondta, ez a rendezvény minden egyes elemével tisztelgés azok előtt, akik képesek voltak életüket áldozni a gyulai várért, kultúránk megőrzéséért, megvédéséért. Nem csak azok előtt tisztelgünk ilyenkor, akik harcoltak-e várfalain, de azok előtt is kifejezzük nagyra becsülésünket, akik a későbbi évszázadokban tettek azért, hogy megmaradjon ez az épített örökség, megmaradjon kultúránk végvára. Hogyha szerte nézünk országunkban, akkor azt láthatjuk, hogy alig-alig maradtak meg váraink. Itt az Alföldön tulajdonképpen egyedül a gyulai vár falai magasodnak. Szombat délután több ezer néző előtt következett a vár 1566-os ostromának felidézése. Itt ki tudom élni magamat, tehát nekem ez a fajta millió, ami itt fogad, nekem ez jobban tetszik. Tehát a mostani világban nem is igazán találom a helyemet. Tehát nekem az a fajta morál, norma, tehát ahogy az emberek egymáshoz hozzáállnak, az sokkal inkább tetszik ebben a korban. És itt, mivel ebben élünk, tehát mi nem úgy csinálunk, mintha itt lennénk, hanem tényleg ott vagyunk. Ez nekem jobban tetszik. A Kerecsényi László vezette, mintegy 2000 várvédőre közel 10-szeres túlerőben lévő török sereg várt. Pertáv pasa csapatait a keresztények a törökkor leghosszabb ideig tartó 63 napos várostromára kényszerítették. Az eseményeket ezúttal is Csikány Tamás történész kommentálta, és tette teljessé a látványt. Ezeken az eseményeken bele lehet mélyedni egy kicsit azokba a hétköznapokba, amelyek igazából abból a szempontból fontosak, hogy az identitásunkat növelik, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mi ez is kötődünk, mire kell nekünk büszkék lenni, mert nyilván akkor tudjuk itt jól megélni a magyarságunkat, hogyha büszkék vagyunk rá, viszont ez a büszkeség mögött ott kell lenni valamiféle tudásnak, hogy ismerjük hazánk történetét, földrajzát, irodalmát, képzőnyszetét, stb. És szerintem ezek a rendezvények egy kicsit ehhez hozzájárulnak. A hadijáték végén a nézők vastapssal köszöntötték a látványos csatát megidéző hagyományőrzőket.